Sziasztok! Most ezt a felhőt fogjuk megtanulni, elkészíteni. Egyszerű három effektet fogunk felhasználni, minimális animáció lesz benne, de a keyframe-eken kívül megnézzük, hogy hogyan lehet magát az Expression Language-et, ezt a JavaScript-en alapuló programozási nyelvét az After Effects-nek használni. Elsőként nyissunk meg egy szokásos Composition-t, nevezzük el felhőnek. Én felhő 2-nek nevezem, mert szerintem már van itt egy felhőm. Legyen 10 másodperc az időtartalma és a szokásos 25 képkocka. Ugye itt tudjátok állítani azt, hogy fekete vagy ez a kockás, transzparens alapra dolgozzatok. És kezdetként indítsuk egy új layerrel, ami egy solid lesz. Itt válasszuk ki solidnak a felhő alapszínét, ami sima, egyszerű fehér szín lesz. Elnevezem ezt is felhőnek, felhő solidot. Válasszuk ki itt az eszközök között az ellipsis toolt. Ez egy olyan eszköz, amivel rögtön tudunk egy maszkot alkotni. Körülbelül egy ilyen elnyújtott ellipsist készítsünk el a maszkolónkkal, ami a felhőnknek a kiinduló alapja lesz. Itt a masknak is lehet különböző paramétereket állítani. A mask feathert, ezzel ugye elmossuk az éleket egy kicsit, talán most fekete alapon ez jobban látszódik. Mossuk el eléggé mondjuk 200 pixellel. Mossuk el ugye ez 100 pixel befele és 100 pixel kifele a körvonalhoz képest. Vegyünk az opacitását mondjuk 80-ra, hogy egy kicsit szürkébb legyen. És akkor kész is a maszkunk. A következő lépésben létre kell hoznunk az első effektet, amit alkalmazunk. Ez egy Turbulent Displace nevezetű effekt lesz. Ez egy ilyen fizikai szimuláció, egy egyszerű fizikai szimuláció az After Effects-ben. Az effekteket különböző módon tudjuk előhívni. Az egyik lehetőség az, hogyha jobb egérgombbal rákattintunk a layer-re, és ott kiválasztjuk az effektek között a jelenlegi esetben a distortnál a Turbulent Displaced, vagy ugyanezt megtehetjük itt fönt, a fönti effekt fülön ugyanígy Turbulent Displace. Igen, vagy akár ide be is írhatjuk, hogy Turbulent Displace. Ebben az esetben talán ez a legjobb megoldás, mert a következő effekt, amit használni fogunk, a Turbulent Noise lesz. És ahogy ezt ráraktuk, látjuk, hogy rögtön az a szép egyenletes körvonal egy kicsit zilálódik, és már közelebb állunk egy felhőhöz, ugye ezzel az elmosott, elnyalt, határozatlan amorf formával. Ugye itt a displacementnél különböző típusok közül választhatunk, de mi ezek közül az alap turbulentet fogjuk választani. Az amountot, vagyis a mértékét ugye egy ilyen csúszkán lehet állítani, elég sokáig lehet elmenni, nem fogjuk kitekerni a végig. Az a lényeg, hogyha nullához van közel, akkor visszatérünk ehhez a szabályos ellipszis formához, legyen mondjuk 90. Látjátok, hogy ez már egy ilyen eléggé cakkos, amorf széteső forma. Ugye az offsettel ennek a középpontját lehet állítani, ez is egyfajta mozgást tud kölcsönözni nekünk, de mi nem így fogjuk megmozgatni. A complexity-vel pedig magát a komplexitását lehet állítani. Mondjuk ez az ötös már egy kicsit túlzottan zajos morzsás, legyen 4-es. A finomsága lényegében ez a komplexitás. Ugye az evolution-t fogjuk majd még állítani, így tud alakulni a felhőnk, de most először még nem animáljuk, hanem a paramétereit állítjuk be ezeknek az effekteknek. A következő effektünk pedig a Turbulent Noise. Ezt is rádobtuk, ez egy noise, vagyis zaj alapú effekt. Itt a rétegen belül lényegében különböző zajrétegeket pakol rá, és ezeket különböző blokkokban vagy fraktálokban teszi oda. Nagyjából ennyit tudok róla, szóval, hogyha nem mondtam pontosat, vagy némileg hülyeséget, akkor azért ne haragudjatok meg nagyon rám.
A lényeg az, hogy ez is egyfajta turbulens fizikát szimulál, és így tud egy ilyen eléggé random, amorf, absztrakt formát létrehozni. Nekünk pont amilyenre szükségünk van. Itt is rögtön a fraktál type-nál itt nem a basic-et választjuk. Ugye különböző lehetőségeink vannak, el is vannak nevezve különféleképpen, hogyha valaki mondjuk füstöt szeretne létrehozni, akkor én ezt tudnám ajánlani, ezt a dynamic-et. Viszont itt van egy ilyen lehetőség, Cloudy, ez szerintem már a nevébe is pont a mi felhőnkhöz passzol, szóval választjuk ezt a Cloudy-t. Nem tudom mennyire felhős a többihez képest, de mi most ezt választottuk. És akkor itt a kontraszt meg a fényessége állítható ennek az egésznek. Én azt mondom, hogy én egy ilyen nyári esőfelhőt szeretnék csinálni, ami hirtelen a strand fölötte kezd el összegyűlni, és akkor ránézel, és azt mondod, hogy eljött az idő egy lángosra. Úgyhogy a kontrasztot 90-re veszem, nem, az túl sok, inkább 30-ra, a harmadára. Ez nagyon jó. Ugye majd egy hátteret adunk, az tud változtatni, de most egyelőre eléggé szürke, borús felhő hatása van. Érdemes különböző háttereket, azt, hogyha kapcsolgatod, akkor egy sötét meg egy világos háttér között tudsz választani, és akkor látod a különbséget. A világosságot meg felveszem 60-ra. Egyből már egy szolidabb bárány felhő hatása van ennek az egésznek. A komplexitását leveszem 5-re. Ugye itt van egy ilyen lenyitható transform fül, amivel magát a teljes turbulent noise-t tudjuk alakítani. Mi itt most ezzel nem fogunk nagyon törődni, ezt vissza is csukom. A subsettings-t fogjuk megnézni, amelyik ezeknek az egyes blokkoknak, vagy ilyen alárendelt részeknek a méretét változtatja. Ugye a scaling-el, hogyha ezt megnöveljük, akkor lehet itt látni, egy kicsit közelebb is megyek, lehet látni, ahogy növekszenek ezek a blokkok vagy területek. Növeljük meg egy egész ilyen tuha párnás 150-ig, vagy 140-ig, most ezt írtam be, legyen 150. Talán már nem is annyira éles különbség. Ugye ezzel a sub-influencer is tudunk állítani. Legyen mondjuk ez 120. És akkor egy egészen felhőszerű képződményünk van már. Itt az effektnek az áttetszőségét lehet állítani. Ez közepesen érvényesül ezen a területen. Na hát hazajött a családom, úgyhogy gyors leszek. Sziasztok! Jó. Tegyünk rá egy gradient rampet. Ugye ez most fölül sötét, alul világos. Fordítsuk meg a swept colors-zal, legyen alul sötét és fölül világos. És ugye itt azt látjuk, hogy egy ilyen sima lesimította ezt a felületet, ami nekünk nem annyira felel meg. Úgyhogy a sorrenden állítsunk, és vigyük ezt egy ilyen drag and drop mozdulattal legfelülre. Látjátok, és akkor ez már egészen esőfelhőszerű tud lenni, egy kicsit közelebb viszem egymáshoz a világos vagy a sötét részét. Hogyha mögé dobunk egy másik szolidot, amivel egy ilyen halvány kék, kicsit szürkébe hajló hátteret csináljunk, mondjuk ez elég kék, akkor már itt is van a felhőnk. Tökéletes. Már csak meg kell mozgatnunk. Ugye alapesetben mondjuk ezt az Evolution-t használhatjuk, a keyframe-ekkel rákattintunk itt egyet, kinyitom, elviszem egészen 10 másodpercig, és elforgatom 360 fokot, és látjátok, ahogy alakul ez az egész. Ugye itt, hogyha elforgattam, akkor beírattam volna ide egész nyugodtan azt is, hogy egy, és akkor ez így szépen forog, alakul.
de közben egy nagyon szubtilis, finom, visszafogott mozgást csinál. Hogyha nem akarunk keyframe-ekkel dolgozni, akkor mindezt megcsinálhatjuk úgy, hogy az Evolution-nél rákattintunk a stopperre, az Alt gomb lenyomásával, és akkor egyből pirosra változik, és látjuk, hogy itt a layer-nél kijön ez a JavaScript felület, ahová lehet írni a különböző egyszerűbb és bonyolultabb kódokat, parancsokat, algoritmusokat. Mi nem megyünk nagyon bele, hiszen nem programozást tanulunk, meg én nem is vagyok egy programozás tanár, úgyhogy ez nem az én területem, hanem csak egyszerű parancsokat adunk. Hogyha beírjuk ezt, hogy time, látjátok, itt ki is adj nekünk, van egy ilyen segítő benne, segítő szándék, akkor láthatjuk, hogy magától elkezd menni a számláló, ahogy húzom a timeline-on, és 10-nél 10 fok lesz. Vagyis ez azt jelenti, hogy másodpercenként, a JavaScript az egy másodperc alapú, nem pedig képkocka alapú számlálót hordoz magában, másodpercenként 1 fokot lép. Ez viszonylag kevés nekünk, a minimálisnál is kisebb alakulás, úgyhogy egyszerű matematikai műveletekkel tudjuk fokozni a tempót. Megszorozzuk 36-tal, Enter nyomunk, akkor nem történik semmi, csak egy új sort kezd, úgyhogy nyúljunk ide és húzzuk el, és akkor már látjuk, hogy sokkal nagyobb léptékkel szedi a paraméter változását. Ugye nem megy el 360-ig, mert akkor nem lenne teljes a fordulat, bár ennél a lehetőségnél, mivel itt nagyjából egy ilyen, ha nem is random evolúció, de hogy egy ilyen sokkal bonyolultabb folyamat zajlik, azért nem is fog visszatérni egy ilyen loop-szerűen önmagába. A teljes fordulat, látjátok, az megváltozik. Itt ugye nem megy real-time-ban a számláló, csak hogyha így tekerem. És ugye csinálhatjuk azt, hogy ezt a másik evolution-t is rádobjuk, itt is nyomok egy altot, és ide beírhatnánk ugyanígy ezt, hogy time szor 36, és akkor ez így is fejlődik, vagy legyen inkább mínusz 36, és akkor a fordított irányba fejlődik, de azt is csinálhatjuk, hogy fogjuk ezt a kakaós csigát, ezt egy kicsit följebb emelem, hogy lássuk mindet. Ugye ez a kakaós csiga, ez ugyanez a kettő, és ezt ide visszük el ez a másikhoz. És akkor itt azt fogjuk látni, hogy az effect a Turbulent Displace Evolution opcióját fogja követni, a Turbulent Noise evolúciója. Szóval itt ugye ez egy Object Oriented Language, az a JavaScript, és az objektum ebben az esetben a Turbulent Displace, vagyis a másik effekt, és ennek az evolúciót fogja követni. Vagyis látjátok, szinkronban lesz ez a két szám. De nekünk nem szinkron kell, hanem az, hogy valami más történjen. Szóval ezt megszorozzuk mínusz kettővel. És akkor dupla olyan gyorsan, ellentétes irányba fog történni ez az egész. Hú, mi ez ott? Valami. Nagyon fura dolog. Lehet ez egy kicsit sok lesz, akkor majd visszavesszük a tempót. Megnézzük. Aha, igen, ez nagyon, nagyon egy ilyen búrjánzó hatást ad. Szóval inkább csak szorozzuk meg mínusz egyel, vagy akár lehet 0,8-al is, és akkor egészen mást ad ki. Lényegében ennyi, kész is a felhőnk. Ezeket a paramétereket állíthatjátok, átszínezhetitek, megváltoztathatjátok, hasonlóképpen kell füstöt csinálni, a különböző értékeknek az állításával más és más felhőt tudtok kialakítani. Ez itt az én felhőm, de mindenki megcsinálhatja a sajátját. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!